Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Norland sorozatának ötödik része. Mit csináltunk az előző részben? Ja, lett több emberünk. Jó, annyi. Sok mindent nem csináltunk az előző részben. Mindegy, szépen, de lassan, de biztosan. Szépen, de lassan. Ez így egy jó megfogalmazás volt. Szépen, de lassan haladunk ahhoz, hogy majd elkezdjünk rendesen háborúzni. Ugye jönnek a húsevő farkasos dolgok. Azt majd még meg kéne állítani. Ugye, jaj, tényleg azért fegyvereket vettünk. Tehát ha azt nézzük, most van mindenkinek azért egy buzogánya. És az már valami. Hát gondolkodtam rajta, hogy még egy embert fölvenni. De nem akarok. Azt akarom, hogy az én dinasztiám legyen az a... akik így vannak. Tehát csak a mi dinasztiánkhoz tartozó emberek legyenek. A gazdaság talaja hamarosan kimerül. Az jó lesz, mert ahhoz meg fa kell majd. Az nem tudom, mikor fog kimerülni, ezt itt írja? Két nap múlva? De hát ez akkor 8 óra múlva. Ez lehet, hogy az alsó, már nem, az a begyűjtést fogja jelezni. Mennyi idő, míg begyűjtenek nyersanyagot belőle. Jó, nem, akkor a fát azt tartalékolni kéne. Viszont egy olyat azért csinálunk, hogy ezt fejlesztjük. Most mit csinál vajon István? Mit csinálsz? Ellenőrizni megy. Jó, azt csináld végig. És aztán elkezdjük azért a mátriárkával egy picikét javítani a kapcsolatot. Bálinta mínusz 10 a véleményünk. Mit csinálsz most? Eszik. Jó. A szép, nagyjából el is ment majdnem a napunk ezzel az egésszel. És most megy a templomba. Jó, menj a templomba. Nagyon sok dolguk van. A 6-8 feladat azért elveszi a dolgokat. Úgyni, most álmodozni megy. Tökéletes. Hát ne álmodozzál, hanem akkor kérlek szépen menj el. És... hát válást azért nem. Időtöltés, bölcs, csevegés. Megosztják egymással, de csak olyanokat, amiket a másik még nem tud, az ismereteket. Aha. Hát a modorral nem lesz jobb dolgunk. Kockázás, intellektú. Hát jó, mindegy, akkor csak időtöltés. Mi az izé? Bálinttal nem lehet időtöltést csinálni? Dehogy nem. Gyerünk István, menjél, tölts egy kis időt Bálinttal. Mi van tetőkével? Tetőkének azt a mindenit. Enyhéjség, végzetes fáradtság. Izgalomra vágyik. Szent Sofia elhagyott engem. Szerintem mindjárt meghal ez a nő. Szerintem azt hiszem most enni megy. Igen, most megy enni. Egyél, aztán kezdj el imádkozni. Jó, megy is imádkozni. Ja, sok feladatuk van. És emiatt kezdenek kicsit leterheltek lenni. István, az uralkodó elérte célját, és most mindenki István tágas fészek néven fogja ismerni. Az uralkodók ambíciója azonban nem ismernek határokat, és hamarosan újabb célok fészkelik be magukat a fejébe. Világösszegzés. Csillag folyama nemes indulásra kész, ez nem érdekel minket, napi összegző. Ez se feltétlenül. Megszerzett ismeretek, most már tarthatunk foglyakat. Bár annyira sok lakosunk van így is, hogy nem tudom a foglyokkal mit dolgoztatnék jobban. Az egyik ellenségünk terveket sző. Yes. Kincstár majdnem üres. Az igen, amiatt ne aggódj, mert mindjárt visszafizetik. Ki kéne fosztani egy falut. Tetőke nem tud mozdulni. A karakter nem tud mozogni. Ez valószínűleg azért, mert mindjárt megszületik a gyerkőc. Azon gondolkodom, hogy holnap. Ja nem, a farkasok miatt nem kéne támadni. Viszont templomot most már tudunk építeni. Szállás, itt egy börtön.
Az nem rossz egyébként. Viszont templomot építsünk. Ide. Így. Így lesz. Ezt következő nap meg is építhetik. És fa legyen fából az út oda. Így. Ez egész jól néz ki. Azon gondolkodom, hogy ezt kicsit följebb kéne vinni. Ezt itt, és akkor úgy jobban néz neki. Dekoráció, növényzet. Kicsit lejjebb. Erő, kicsit feljebb, úgy. Ezt majd leromboljuk, miután megvan a templom. Mert ha most rombolom le, akkor abban adják az imádkozgatást. Gazdasági jelentés. Arany egyenleg, mínusz 16. Gondolom kicsit fogyott a pénzünk. Oké, most bontjuk le, és most hol van oltár? Ó, még rá is tudom rakni jóformán. Jó. Remélem, hogy nem lógnak olyan furán majd egymásban, hanem a fák hátul lesznek, és az oltár meg előtte, de mindegy, majd maximum változtatunk rajta. Illetve tudunk akár dekorációképpen ilyen fáklyákat még elhelyezni. Nem tudom, mondjuk nem illene, de ide, így az egész jól néz ki. Na, így egy kicsit díszítettünk. Mennyi őrünk van, bakker. És végre el tudják látni a feladataikat így éjszakai melóban. Hogy érzik magukat valami? A teljes felszerelés értéke. Átlagos harci képesség 6. Egy fanatikus őrünk van. És mérsékelten fáradtak. Átlagos hangulat 44. Ez nem túl jó egyébként, elég alacsony az a hangulat. Az embereknek nincs hol imádkozniuk. Igen, az egy apró probléma. Ezt meg ezt priorizáljátok, légy szíves. Sőt, először kezdjétek el azt, és utána majd. Van elég emberünk dolgozni? Van. Tetőke lecsúszott az ágyról, így elfordult. Mi lesz velem? Jó, megépítik azt ott. Meg látjátok, azt is építik, mert bőven elég építészünk van. Ó, nagyon jól rakták le. Nagyon jó. Meg is épült mindkettő. Van egy templomunk is, meg van akkor egy... egy zénk is... elérhető. Aha, hogy kik jöhetnek ide. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a harcosokat nem kéne engedni ide. Hogy ők legyenek kevésbé fanatikusok. Ja, a harcosokat nem engedem a templomba. Ne dolgozzanak a templomba. Rina templomba megy. Rina megy a templomba rinyálni. Viszálj a szomszédok közt. Hoppá, de várjál, hogy viszálj köztük. Szélorom, banditák felfogadása. Melyik közöttük? Konfliktus alakult ki, Szetrakon és Dobrebor holttól uralkodó között. Mint igazi magha, rendkívül fel van háborodva, hogy Dobrador nem is ilyet visszafizetni a kölcsönvett aranyat. Szektor és Dobrador. Nem látom, hogy hol van Dobrador. Szetrakor. Szetrakor ez az uralkodó. És ő itt meg Kormont.
tehát nem Dobrador. Ja, most emiatt a konfliktus miatt ebbe beleszólhatnánk, és akkor választhatnánk, hogy kinek az oldalára állunk. Dobrebor. Mindkettő pedig egy nagyobb uralkodó. Lehet, hogy Dobrebort... Ja, ő Dobrebor volt többen. Na jó, akkor figyeljetek. Akkor megmondjuk az álláspontunkat, és a Setrakhor támogatjuk. Ami elég vicces, mert mi pénzkölcsönt adtak egymásnak, kiküldünk egy hírnököt, nem kell nekünk most oda menni. Ja, egy dolgot itt meg akartam csinálni viszont. Itt a fát, ezt itt megcsinálni. Így. Szebben nézzen ki. Lehet ide kéne vezetni egy utat így. Így ne. Csak inkább úgy akarnám, hogy... Így legyen valahogy. Ja. Azért nem akarom, hogy itt a... Setrakhor elhagyta a tartományt. Azért nem akarom, hogy itt... imádkozzanak a harcosaink, mert szerintem akkor jobban fanatikusabbak lesznek. És nekem az kéne, hogy inkább lojalisták legyenek, mint sem fanatikusok. Hogyha egyszer háború alakul ki a vallási személyek és köztünk, akkor értitek, ne legyen belőle probléma. Megint elköltöttem a vasat? Ja, a templom az vitt vas. Ja, de akkor nem is kell több vas nekünk annyira most. Ja. Fából most elég sok van. Tudjátok, mit fejlesszük a vasbányát. Így. Ezt tudjuk még egyszer fejleszteni vas nélkül? Nem. Viszont én szeretnék még egy ilyet. Még egy főzdét. Bár egyébként most egész jól áll a főzde állapota. Liszt az, amiből, ami nem halad olyan jól. Tehát 55-öt termelnek naponta. Vagy fejleszteni kéne, ja. Kéne várni még egy kis vasat, aztán fejleszteni. Mennyi időnk van még ma? Még egy nagyon minimális, szerintem mára már nem fogják befejezni, szóval majd a holnapi nap fejlesztjük. Gazdaságtalaj kimerült. Ja, és most mennek, és 40 főt fát felhasználnak, hogy újra termékenyé tegyik. Tegyik. És nem fejezték be. Hold tó tartomány az ellenségünk lett. És annyira gyűrölnek minket. Drága István, tudom, hogy nehéz idők járnak, mikor minden harcos számít. Ettől még értékesebb a segítséget. Köszönöm, és ha valami segítségre lesz szükséged, az első szavadra érkezem. Ja jó, kicsit megváltozott a ruhája, így néztem, hogy mi történik itt, de... Ja igen, Szélorom, ő a barátságos, nagyon barátságos, Holt ő meg nem annyira. Erősítés. Csillagfolyam, csillámváros. Valaki támadni fog? Békeszerződés. 10 napra felajánlott, hogy békeszerződést köt velünk. Nem, arra nekünk nincs szükségünk. Amúgy se tudsz technikailag megtámadni még egyelőre, szóval annyira nem aggódom. Meg, azt nézzük meg, csillagfolyamnak mennyi embere van. 16 embered van! És 6 darab szinttel? 13 meg 7? Jó, neki kevesebb azért. Mindegy, itt nincs olyan sok, tehát hát ha tudunk egy támadást ide majd. Félek, az lesz a végé. Vége az egésznek. Na, megy egy szeminárium, oda nézzetek. Csak Bálint elment aludni. Mindenki csendben imádkozzon, és így a szeminárium letudva. Né, Setiraf. Várjatok már, megszületett a gyerekünk? Megszületett a gyerekünk. Úgy hívják, hogy Setiraf. Hát az úgy nem lesz jó. Apa, István. Jó, akkor ő meg lesz Álmos. Tessék.
Kicsit a névsorrendet felváltoztatjuk, de ne aggódjatok emiatt. Ő a kis Álmos. Hogy kidőlt? Oda ment, az kifeküdt. Jó van. Tudod mit? Kis Álmos le. Időnként elfelejti, hogy odaírok. Álmos, így. A profécia hamarosan valóra válik. Hamarosan jönnek az húsfarkasok. És fogyogat a pénzünk. Ott egy farkas egyébként. És Tetőke az egyetlen, aki tanul. Istvánnak most nincsenek tanulási feladatai. Vesztőhely, szénégető, gyakorlótábor. Azt kezdjük el Istvánnal tanulni. Ez nagyon tetszik, mennyit őrünk van. Szerintem ez jó vásárlás volt. Nem olyan bátrak, tehát a moráljuk az le fog hamar zuhanni egy csatába, viszont létszámban most egész jók vagyunk, és ugye a többi emberünk meg eléggé magas szintű. Illetve nem sokára elkezdjük őket fejleszteni. Ezt nem tudom, hogy így változott esetleg. Nem úgy látom, hogy változtak volna. Tehát még mindenképp csavargók. Mondjuk van köztük fanatikus, az lehet, hogy segít nekünk. István! István fanatikus lett! István! Fanatikus, nem áll. Templomokra van szükség? Ne, nincs szükség templomokra. 44-en vagyunk. Meg 11 harcosunk van, de ők nem mennek szemináriumra. Nézzétek meg! És mi is tarthatnánk ilyen szemináriumos dolgokat, tehát bejöhetünk mi is beszédet tartani. Lefejezni mindenkit! Hol áll az ellenségeinkre? Ezek a koponyák ott hátul. Kis Álmos nem tanul. Ó, az baj. Kis Álmos, hol vagy? Kapsz egy olyat, hogy oktatás, általános kiképzés, és Bálint csinálja. Bálintnak milyen képességei vannak? Felügyelet nagyon jó, kereskedés nagyon jó, harci képességek nem olyan jók. Nem baj, jó lesz ő. Azért jó, hogyha ő csinálja, mert amúgy sok minden nem csinál így feladatképpen nekünk. Szóval majd később Álmost meg tudjuk tanítani, hogy legyen jobb harcos. Később segíthetünk rajta, viszont a birtoknak a vezetésén és a kereskedésen nagyon sokat tud javítani, hogyha ő ennyire tanult lesz. Neki majd építeni kell egy külön házat tényleg. Ez még most nem olyan feltétlenül most rögtön szituáció, de azért majd kelleni fog. Így, hát ezt arrébb kéne innen rakni. Mert kivágtak egy csomó fát. De én ezt lebontom, ez egy hármas szintű favágó. Jó, helyette akkor még nem ezt csináljuk, hanem nemesi lakkot rakunk le. Hát lehetne ide elé. Technikailag ide még elfér, azt hiszem. Oda, úgy. Oda úgy elfér. Jó, akkor oda építsétek. Illetve, akkor ezt fejlesztettétek, az nagyon jó nekünk, meg valami még mást fejlesztettünk. Ezt még nem, de ez nem olyan prioritás. Nem tudom, mi lehetett az. Tetőke megvilágosodott, fűrészmalom fejlesztés. Tovább lehet fejleszteni. Jó, mindegy, nem tudom, mi volt az... Hogy elkezdtem egyáltalán építeni, mert lehet, hogy nem kezdtem el egyáltalán fejleszteni. Mert úgy voltam vele, hogy nem nyomok rá. Ez lehetett. Ja, ehhez kéne nekünk. Vas.
segítségkérés, kis álmos szintet lépett, felügyelet 2, kereskedelem 2. Valami történik. Szélorom segítséget kér. Szélorom serege sikertelenül támadta Holtó fővárosát. És mire akarnak segítséget kérni? Mire akarnak segítséget kérni? Ez az az. Az uralkozók fenyegetés, fosztogatás, az uralkodók közötti ellenségeskedés már a háború szintjéig jutott, és most Dobrebor, Holtő uralkodója, azt tervezi, hogy felprédálja a Szélorom városát. 8 per 11-es szintű íjász könnyű páncélban 2, és kardforgató nehéz páncélban pajzsal 4 darab. Csíte! Elég jó felszerelt embereket visz oda. Igen, segítséget kérnek tőlünk. Most az a problémám, hogy ő itt most jön ide segítségnek, tehát ő ide fog Porvölgyből küldenek erősítést. Ő megy Hold tóvárosába erősítésnek, valószínűleg így fog végigmenni. 5 óra, míg odaér. És nekünk is oda kéne menni. Gazdasági izét szeretnék. Ambíciót. Viszont jönnek a farkasok. Tehát nem sokára ránk rontanak farkasok. Én oda mennék szívesen segíteni neki. Csak a farkasok az gáz. De mennyi embert visz? Hát ő eléggé gyenge embereket visz. Azt lehet csinálni, hogy oda küldök nem túl erős embereket. Napi statisztika. Ez nem érdekel minket. Várom a farkasokat. Szerintem a farkasok éjszaka fognak érkezni. Ez remélem, hogy ez holnap történik meg. Nem ír semmi időt. Reménykedem benne, hogy ez holnap lesz. Tű, valami itt érkezik még. Valami még érkezni fog Holtóba. Valószínűleg még egy erősítés. Te is elég gyenge embereket küldtél. Micsoda kardod van. Szilovland. Elég kevesen. Így most azt hiszem, most 9-en vannak összesen, úgy írja? Igen. És 9-en vannak összesen, 6-os erősséggel. Hopp, 12 fő. De ő az erdei banditákat támadja. Aha, ő megy erre végig. De ő teljesen más csinál. Hatan vannak. 9-6. Igazából pár emberrel meg tudnánk védeni, hogyha nagyon akarnánk. Megvárom viszont a farkasosat, megnézzük, hogy az... Annak előbb kéne érkeznie. Kincstár majdnem üres. Hát igen. Gázosan pont elegendő pénzünk van mindenre. Jön a kereskedő, azt akkor elmegyünk kereskedni. Na, így. Azt mondja... Azt hogy fizetjük be? Hát annyi pénzem nem lesz, bro. Értem én, hogy sok katonám van, de hogyan fizetik ezt a pénzmennyiséget? Jó, mondjuk elég sok pénzt összehozunk ezzel a karórépával. 120 ez elég lesz. Túltöltjük a piacokat. Mindenhol, mindennel túltöltjük a piacot. Tempős csak 120-ot tartunk. Ebből is eladhatunk.
Egy négyet megtartok, hát ha még valamit akarnak venni, ebből is eladhatunk egy párat. Sörből is szerintem eladhatunk, mert most már abból is jön azért. Jó, most már 610-et fizet, ebből visszahozunk egy keveset, mert ebből azért meg kéne tartanunk. Jó, egy kicsit megnyugodtam, így jobban nézünk ki. Most már tudunk lándzsát is venni. Egyszerű, de hatékony fegyver, ami veszélyes szúrt sebeket ejt. 9-szer hatékonyabb a törnél, és 30%-kal a buzogánynál. 9-szer, wow. Viszont nem túl tartós, azt tudom. Igen, az nem a legtartósabb fegyver. Ebből a szempontból egyébként gondolkodom rajta, hogy nem is veszünk belőle. Itt mik vannak? Ó, végre a kereskedelmünk 10%-ot javít. Gondolom a kapcsolat miatt is. Kancellária, parancsnoklás 16, hadsereget felvett parasztok által tapasztalt halálfélelem, gondolom fele olyan erős. 50%-a gyorsabb a sereg. Sertésfarm. Ó, onnan lenne a húsunk, alkimiai labor. Főzde. Ez is jó mondjuk. De egyelőre maradjunk a háborúzásos dolgoknak. Tudunk íjat venni. Vegyünk két íjat. Sőt, legyen három. Úgy néz, ez kiváltotta a közelharci fegyvereinket részben. A maradékat meg csak szimplán pénzben megtartjuk. Vagy veszek egy kevés szentgyűrűt, mert lehet, hogy majd ajándékoznom kell. Öt, így. Ezek a szentgyűrűk, ezek ilyen ékszerek jó formán. És ezzel nagyon szeretik a nemesek, hogyha van nekik. Minél több van neked, annál gazdagabbnak érződsz. És ebből ajándékozzal, meg a nemesek egymás között ebből kereskednek. Így. Jó, hát most igen, csak eladtunk egy csomó mindent. Ó, tetőke viszont be fogja fejezni a műhelyt. Nagyon jó. Kész van a műhelyünk. Most csak el kéne döntenem, hogy hol fogom elhelyezni. Na, valószínűleg ide. Vagy nem, ide inkább. Így, mert itt úgyis itt van a dolgunk. Kicsit az olyan messze van, feleslegesen úgy érzem. Ja, itt jó lesz. Na, jobbak vagyunk pénzből, fegyverekből is, most már van három íjunk, és már jobb dolgunk van. Most már az a kérdés, hogy jönnek a farkasok akkor ma. Szent karaván, egy nemesvár felvételre. Nem veszünk föl senkit. Azt várom, hogy itt mikor fognak elkezdeni támadni, hogyha támadnak, lehet oda megyünk. Rögtön, egy kisebb csapattal. Nem nagyon zavar, hogyha Sailorom kikap, de nem szeretném szívbéli beszélgetést folytat kis Ámos. Nem nagyon szeretném, hogy ezt megszüntessék itt. A profécia valóra fált, húsfarkasok invázió. Jönnek, csak hol? Hol jönnek? Oké, megvárom. Megvárom, míg látom őket. És akit csak meglátnak, mindenkit megölnek. Ez jól hangzik. Hopp, itt vannak. Tizen vannak itt. Érdekes, akkor ezen kívül van még egy valahol? Csak nem az. Egy 11 húsfarkasból álló falka. Jó, mindegy, itt vannak 10.
Ja, ez az ő csíkjuk lesz, hogy hova mennek. Igen, most készülnek támadni. Jó, akkor csinálunk két különálló sereget. Az egyik István lesz. 1, 2, 3, 4, mennyi? 6, így. És akkor nekik legyen egy... Ők lesznek többen, szóval egy íjász és a maradék mint közelharci. Így. Istvánnal létrehoztuk, és a másik sereget is megcsináljuk tetőkével és a maradék emberekkel. Így. Hát tudom küldeni már most a tőkét? Aha. István is jöjjön ide. Szépen kezdenek összeállni a seregeink. Az első tényleges ütközetünk. Harcosok felfegyverkeztek és készen állnak. Ja, minden két csapat. Jó, vannak íjászok is, jó. Úgyis egy helyről jönnek. Szóval annyira nem gázos, hogy a számokat olyan furán osztottam fel, hogy a hétfős csapatban több közelharci van, a hatfősben meg több távharci. Mert így is úgy is ugye egy csoportot támadunk meg. Hogy mellé lőtte. Hopp, az ott talált. Csapjátok nekik, srácok! Keresztül mennek rajtunk. Az egyik csapatot már ledaráltuk. Zíjászokat támadják? Az gyorsan azokat csapjátok le! Zíjászoknak segítség kell! Nagyon el vannak foglalva ezzel arca. Ott megadták-e magukat az íjászaink? Ott meg még kivégzik a farkasokat ahelyett, hogy a... újonnan jövő farkas... egy embert elvesztettünk. Viszont azt meggyógyította. Az emberként látszott, hogy ott izé... piszkálja. Mondjuk lehet, hogy csak a fegyverét vette el, mert eltört az övé. Ott is eltört, hogy... szegény, ő is eldört. Halott. Ó, szegény. Túléltük. Na, feloszlatjuk a csapatokat. Hát, itt most jött hús, az biztos, ellenben viszont az az igazán szomorú az egészben, hogy elég sok embert vesztettünk. Két emberünk halt meg. És egy-ketten el is futottak. Kértek a parasztok felvenni a izéket. Állatkákat. Fegyverekből is vesztettünk egy párat. Nem is tudom, vajon az íjak azok mind oda vesztek? Azáltal lájuk tudtak rohanni a íjászokra. Nagyon kár, hogy nem mentek oda megtartani őket. Tehát a farkasok olyan simán átrohantak az íjászaimon. Nem ott van még egy íj. Majd meglátjuk hát, ha visszaviszegetik. Mennyi van belőle. Sőt, most lett tőrünk, mert ugye ők, ahogy meghaltak, az ő cuccaikat elvesztettük. Várjál már, ő még nem halt meg. Valaki segítsen már neki. Ne adjátok már szerencsétlent ott. Elfertőzött sebben. Hegyen meg a pici szívét. Na, mi történik? Itt még nincs támadás alatt. Nyoda küldünk egy erősítést. Itt rossz dolgok történnek. Ott láttam ám, hogy mit csináltok. Tetőke megint gyermeket vár. Jó, azt csináljuk viszont, hogy ide küldünk segítséget. Ja, helyi térképen. Új osztag létrehozása. És azt mondjuk, hogy István fogja vezetni. És a legjobb embereinket visszük. Így ne. Ez mennyi így? Összesen 5 embert viszünk viszont 8-as képességgel.
Vigyünk még embert. Vigyük őt, ő egy fanatikus. Na, így. István összeállítja a csapatot, és aztán elmegy. Lehet, hogy már is indult. Ja, nem itt várja őket. Ebből az következhet, hogy most, hogy nincsenek olyan, hogyan fogalmazzak, jó esélyekkel a győzelemre, így lehetséges, hogy nem is fogják megtámadni Szélorom-t. Kis Álmos meg addig fejlődgetsz. Már felvettük azt az embert fel? Mennyien vagyunk? 6 embert vittünk el, 11-en vagyunk? Nem 11-en voltunk eddig is? Nem, valószínűleg itt csak 5 ember van. Csak velem együtt 6. Igen. 5 ember. Egy emberünk halt meg. Az, aki elesett ott mellett, az nem halt meg. Na ez az! Cuccokat tudunk készíteni itt. Mutasd a termelést. Mibe kerül? Valami kalapácsszerűség kéne oda. Tör, az csak izébe, fénybe kerül, a szerszámok. Ja, a szerszám kerül szénbe. Aha. Jó, akkor csinálj, mindig legyen, mit tudom én, 10 darab tőrünk. Vagy nem, most csak kezdj el 5 törrel. És kéne egy szénégető. Jó, hát azt most nem tanuljuk meg. Fából jók vagyunk. Jó. Igaz, hát végül 784 aranyunk van. Nem még gyűjtögetek. Akarok utakat építetni még, hogy gyorsabban tudjanak haladni. Ezt kiadjuk tetőkének ezt az épületet, aztán majd átveszi István, csak most nincs itt. Na, ott megyünk szépen a 6 fővel. Világösszegzés, nem történt semmi. Hopp, ott megy egy csapat. 2 óra múlva ott is vannak. Tyű, lehet nem érünk oda. 7 emberrel mennek, 9-es erősséggel. 890 aranyos felszereléssel. Nagyon nagy létszámmal támadnak. Ja, mi 2 óra még ott vagyunk, ők 10 perc is ott vannak. Hát mindjárt meglátjuk, hogy ez összejön-e. Aha, csata megkezdődött. Viszont el is verték. Jó, vissza is jöttünk. Nem értünk oda segíteni, viszont elverték a támadó sereget így is, úgy is. Azt rendbe rakják. Jó van minden. Még mindig nem bírunk foglalni, mert nem vagyunk annyira erősek szerintem. Kíváncsi vagyok mondjuk, hogyha ha megtámadjuk, akkor mi történik. Majd egy következő részben. Ott mi történt? Ott van a leégetett. Ott volt egy bandita falu. Fogadjunk, ott volt egy bandita falu, amit nem vettem észre. Itt van még egy 8 fős bandita falu. És itt is van egy 4 fős bandita falu. Na hát figyeljetek, ez egy hosszabb rész lesz. 4 fő. Azt most kirendelem, hogy verjük szét. Győzelem esély 59. Hagyjad már. Miből vannak ezek? Semmiből. Ezt megverjük őket simán. 6 fővel, ne viccelj. Na, megyünk. Végre egy harc, amit mi rendezünk. Illetve szerzünk tőlük akkor aranyat, meg esetleg foglyokat is. Úgy van, hogy le lehet játszani ilyen automatába, amit itt láttatok, illetve ide érkezünk, és le tudjuk játszani a csatatérképen. Szerintem menjünk csatatérképre, az jó pofában. Lövés parancs nélkül, íjászok célba vétele, védd az íjászokat. Ó, azt kellett volna benyomnunk. Kezdjük az íjászok célba vételével, mert nekik van íjászuk szintén. Egy emberünkkel is esett. Ugye nincs páncéljuk, így ha eltalálja, akkor izé van. Ez
de gyorsan megszüntetjük az íjászokat. Ezért volt 59% esélyünk, hogy veszítünk. Mert hogyha az íjászaik jobban találnak, akkor megölhettek volna igazából mindenkit rajtam kívül, mert én vagyok az egyetlen, akinek van pajzsa. Így, nyertünk is. Nem, az még magánál volt. Szerencsétlen. Nincs halottunk viszont, jó. Sikeres. És van egy foglyunk. Illetve javítottuk a kapcsolatot Széloromnak az uralkodójával. Neki, várjatok, már talán tudunk is olyat csinálni, hogy kereskedés. 18 komlót el tudunk neki adni naponta. Az egyházkövetői szolgáltatás. Ja, 150 aranyat fizetünk valószínűleg, hogy ezt megkössük. Első szint. Hát jó van. Megkötjük, ezt most ki is fizettük, ez fájt is most. Minden esetre ez a kereskedés ez jó lesz nekünk, mert eladunk nekik majd. Illetve vele is tudunk, hogyha... Hát még vele nem vagyunk sajnos elég jobban. Hogyha megjavítjuk a kapcsolatot, akkor vele is tudunk kereskedni, és akkor neki is tudunk egy ilyen kereskedelmi szerződést kötni. Viszont... Akkor, hát annyival hosszabb nem volt ez a videó, mint gondoltam, hogy lesz. Most, hogy megtámadjuk a banditákat. De remélem jó szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, és aztán így elkísértek végre addig, ameddig elfoglalunk egy területet. A legközelebbi videóig pedig. Sziasztok!